Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Jászai és Kossuth Díjas színészházas pár volt a vendége Hoppá Péternek a legutóbbi Cirfantli estéken. Rudolf Péter és felesége Nagykálózi Eszter egymásra találásuk történetét, szakmai és családi életük egy részét osztották meg a közönséggel Pécsett a Magtár látogatóközpontban. Én arra emlékszem, hogy anyukám is arra emlékszik, hogy amikor én elkezdtem beszélni, amikor már megkérdezték, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy leszel, akkor én azt mondtam, hogy színésznő szeretnék lenni. És nem is nagyon támogatom el ettől. Néha volt olyan, amikor nagyon erősen sportoltam, amikor lehet, hogy mégis testnevelő tanár leszek, vagy edző, vagy érdekelt a történelem, akkor a régészet felé hajlottam, de ezek olyan pici kis villanásnyi részek voltak egy pályakeresésemben, hogy igazán stabilan mindig színésznő szerettem volna lenni. Versmondó szakkörben jártam, színjátszó szakkörben nem, vagy akkor éppen, akkor már Tatabányán laktunk, amikor én az iskoláimat végeztem, de szavaló versenyeken részt vettem, azokat nagyon szerettem, anyukámmal készültem a különféle szavaló versenyekre. Úgyhogy aztán jelentkeztem és fölvettem. Viszont a lényeg, hogy a moziban én állandóan ott ültem. Tehát VIP sor volt, az annyi volt, hogy két sorra hátrébb volt, és ott nem ki tudtam lógatni, egyébként nem túl hosszú lábamon. Én rengeteg filmet néztem meg, és nagyon sokszor néztem meg ezeket a filmeket. Tehát a filmhez való kötődés, és a fényképhez, a fényképezéshez, a komponáláshoz való kötődés az édesapám keresztül megvolt. Tehát van előzmény. A legszebb dolgok egyike a véletlenek sokaságában a mindannyiunk életét jellemzi, és aztán utólag azt érdemes föltenni a kérdést, hogy ezek véletlenek voltak-e, hogy az Eszter szülei, akik egészen más generáció, mint az én szüleim, ugyanabban az évben és ugyanabban a városban kötöttek házasságot. Tehát Egerben, ami egy érdekes véletlen volt, nem akarok elkalandozni, majd lehet, hogy elmondom, de most már belebonyolódtam, hogy amikor először voltam Eszteréknél, ez annyira érdekes volt, hogy gyakorlatilag tudtam, hogy hol vannak a könyvek. Ugyanolyan berendezés volt, ugyanazok a dolgok foglalkoztatták őket. Tehát olyan volt az első alkalom, mint a hazamentem volna. Ez különös volt. Ennyit a kezdetekről. Ebből is már érezhető, hogy ismét egy kiváló estnek lehettünk részesei március végén, amikor is egy jászai és Kossuth Díjas színészházas pár, Hoppá Péter az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke beszélgető társaként szerepeltek a Cirfantli estéken. A jászai és Kossuth Díjas Rudolf Péter és Nagykálózi Eszter lehettek a Pécsi Polgári Szalon Egyesület által szervezett rendezvény sorozat aktuális vendégei. Arra a kérdésre, hogy a feleség mit tart szerencséjének az életben, a következő választ kaptuk. Hogy nagyon sok mindent kaptam az élettől, és megpróbálom ezt valahogy alázattal és köszönettel fogadni. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok minden megadatott nekem, és én erre nagyon hálás vagyok. Egymás munkáját folyamatosan segítik. Nem csak a szakmában vannak, hanem sokszor úgy hozta az élet, hogy együtt is dolgoztak. Mivel látszólag másfajta alkatok, de a mag ugyanaz, éppen ezért a munkában ez a másfajta hozzáállás, másfajta nézőpont mindkettőjükre hatással van. Szeretnek együtt dolgozni, pedig nagyon másként működnek a próbákon. Az ilyen jellegű pódiumbeszélgetés pedig, amikor közönség előtt személyes dolgaikról beszélhetnek, nekik is sokat ad. Egyszer csak szembesülni kell egy kérdéssel, és választ kell rá adni, akkor át kell gondolni bizonyos dolgokat, vagy le kell vonni bizonyos következtetéseket, tehát végig kell mennünk nyilván egy ilyen beszélgetés során az életünkön, hogy mi hogy alakult, mi hogy volt, mi hogy lesz, és most éppen hol tartunk. Meg hát ez egy megtiszteltetés, tehát mégis tényleg négykor előrehozott melóból ide, előrehozott időpont, melóból ide rohannak emberek, azért az embert meghallgassák, én őszintén szólva ettől még zavarban is vagyok. Tehát, de tényleg, és ez nem valami álszent ostobaság, vagy egy ilyen kör, mert tudom, hogy az elmúlt 40 év alatt letettünk annyit az asztalra, hogy ez érdekes lehet embereknek, de ennek ellenére mindig azt érzem, hogy miért kéne nekem magamról beszélnem.
egyébként ez attól is van, hogy azt gondolom, hogy ez egy speciális szakma, ahol az ember benyúlik az életébe az embereknek a tévén és a különböző alkotásokon keresztül, de mindenfajta megszállottságot tisztelek, tehát én ugyanúgy meghallgatnék egy beszélgetést egy megszállott borász, egy megszállott cipész kapcsán, tehát egy kicsit inkább ezt a kivételezettséges, ezt a kiváltságos helyzetet én néha értékelem úgy, hogy ez egy kicsit túlzás. De közben meg jól esik. Tehát az egyik fele az, amit az Eszter mondta, hogy át kell, hogy gondolj dolgokat, a másik fele az, hogy közben meg jól esik, hogy ez egy ilyen érdeklődésre tart számot, hogy mi együtt vagyunk, és mivel meg egyébként meg a bulvárban, bulvársajtóban ritkán szerepelünk, tehát ma is megtörtént, hogy átvettem az Eszter egy levelét, és kérdezte a postás kisöző, milyen minőségben? Kicsit élesen, hogy miért vagyok itt, és el kellett magyaráznom neki, hogy én a férj vagyok, tehát jogosult vagyok. Tehát ez nem evidencia egyébként nyilván az országban, pont azért, mert nem sűrűn szerepelünk. Nagy Kálózi Eszter 1966-ban Gyöngyösön született, 1988-ban végez a színművészeti főiskolán, jelenleg a Centrál Színház tagja. Első párja Quintus Kondrát színész volt, 1987-ben született a lányuk Flóra. Második férjével, Rudolf Péterrel 1990-ben kötöttek házasságot. Két gyermekük született, Olivér 1991-ben, Szonya 1994-ben. Kossuth Jászai Díjas kiváló és érdemes művész. Rudolf Péter Budapesten született 1959-ben. 1983-ban végez a színművészeti főiskolán, de közben már forgatta Csa-csa-csa és a Szerencsés Dániel című filmben. A Centrál Színház tagja, Kossuth Jászai Díjas, kiváló művész. Egy péntek délután egy program, melynek során megismerhetjük és kipróbálhatjuk a művészet sokszínűségét. A Pécsi Egyetemen Művészpéntek elnevezéssel indították el azt az eseménysorozatot, ahol első alkalommal a PTE dolgozóit várták az alkotótérben, hogy kipróbálhassák magukat a képzőművészeti tevékenységekben. Az egyetem festőszakos hallgatóit látjuk alkotás közben ezeken a felvételeken. Március végén a PTE dolgozóit várták a művészeti karra, ahol kipróbálhatták, milyen vászonra dolgozni, például olajfestékkel. A Művészpéntek elnevezésű program első eseményét március 29-én tartották. A Pécsi Egyetemnek egyébként mintegy 6500 dolgozója van, ebből most 60-an részesülnek abban a szerencsében, hogy a mai napon itt a művész kollégákhoz csatlakozva maguk is kipróbálhassák egy picit a művészetet. A cél pedig az, hogy egyrészt a művészet egy kicsit jobban penetrálja a mindennapjainkat, hogy egy kicsit többet tudjunk erről, mint amit egy átlagos polgár tud, és próbáljuk meg ezt a lehetőséget felhasználni arra, egyébként, hogy a művészeti kar kollégáinak a népszerűségét, ismertségét is egy kicsit promotáljuk, úgy az egyetemen, mint a városon belül. Nagyon szeretnénk ebből egy hagyományt teremteni, olyan módon is, hogyha már minden dolgozó, aki szeretett volna jönni, eljöhetett egyszer, akkor megnyitnánk a rendezvényt a hallgatók számára is, hiszen azért, hogy a 6500 dolgozó mellett van egy 20000 hallgató, akik közül 19500 nem a művészeti karra jár, de hát innentől kezdve a rendezvénynek a hallgatók számára is van értelme, és a hallgatók is egy komoly célcsoport. Ha még hosszabb távokban tudunk gondolkodni, akkor a művészpénteknek az ötlete az szerintem túlnyúlhat az egyetem falain, sőt, optimális esetben túl is nyúlhat akár a közeljövőben is. Egyetlen egy dolog határolja le ezt, hát nyilván a források. Hát, hogyha olyan forrásokhoz tudnánk jutni, ami a nem csak az egyetemen belül, hanem az egyetemen kívül is felhasználható erre a célra, akkor természetesen. Az első művészpénteken először bemutatták azokat az alkotásokat, amiket a kar hallgatói készítettek és az épület falait díszítik. Várhatóan a következő fél évben lesz a kezdeményezés második eseménye. Egy világhírű magyar regény színpadi adaptációját mutatták be a Pécsi Harmadik Színházban április elején. Szabó Magda művét, az Ajtót a Spirit Színház vendégjátékában láthatta a közönség. Szabó Magda, az Ajtó, a Spirit Színház vendégjátékát láthatták a nézők a Pécsi Harmadik Színházban április 6-án. Az egyik főszerepben Hegyi Barbarával, aki, mint mondja, hazatért Pécsre. Pont azt mondtam a gyerekemnek, mikor jöttünk le, hogy Budapest után ez a második város, ahol eltalálok A-ból B-be. Nagyon szeretem Pécset, és nagyon sok ismerősöm van, él Pécset, és nagyon sok időt töltöttem, nagyon sok jó időt töltöttem Pécset, sokat játszottam Pécset, úgyhogy
úgy a színház, mint a város nagyon közel áll a Zimmermanhez. Emerenc alakját kellett megformálnia az előadás során. Nagyon jól ismerem az ilyen típusú embereket, a környezetemben is van egy-kettő ilyen, és nagyon örültem, hogy ez volt a feladat, amivel Czeisler Gábor a darab rendezője megkeresett, mert ez nem sok embernek jutott volna eszébe, hogy ezt én játszom. És hát most már majdnem a 80. előadásnál tartunk, úgyhogy mondhatom, hogy olyan öröm játszani, mert olyan mondatok, olyan gondolatok vannak benne, ami bár abból a szigorból, abból a keménységből fakad, amit Szabó Magda Emerencbe beleírt, de mégis nagyon... A mai szóhasználat úgy mondaná, hogy nagyon pragmatikus gondolkodás. És ez nekem nagyon már-már szimpatikus. Még hogyha ez furán is hangzik, de mert ebben a szigorúságban van valami, és ebb kérlelhetetlen is helyenként, de mégis van benne valami nagy életismeret. Molnár Anna írónő mellett támaszként áll férje, aki a háttérből segíti az életét. Nagyon sok feldolgozás, legalábbis amikről én tudok, Untermannként kezeli ezt a szerepet, viszont volt Szabó Magdának egy Megmaradt Szobotkának című könyve, ahol az írót ismerhettük meg, és ez nagyon sokat segített abban, hogy ez a férfi figura egyenrangú támasza legyen ebben a darabban az írónőnek, úgyhogy egy picikét nagyobb jelentőséget kap, azt gondolom, mint más művekben. És ez nagy öröm, hiszen egyedül senki nem hozhatja létre az életművet, amit létrehozhatott. Tehát ez fontos látni, hogy milyen háttérre rendelkezik valaki. Sokkal inkább sikeres írói pályáról beszélhetünk itt a nő szerepében, viszont ennélkül a háttér nélkül, ami egy igen keserű háttér, tehát személyiségét tekintve egy nagyon, nagyon életvidám emberből lett egy depressziós, elnyomott közéleti figura akár, de ez az, hogyha szereti, szereti az ember a másikat, és megbecsüli azt, amit csinál, ez tulajdonképpen azért a kettejük sikere, de hogyha ennél a darabnál maradunk, ami a két nő kapcsolatáról szól, nagyon segít ez a mérleg, hogy ez a vehemens írónő, nem feltétlenül, mondok egy kulcsmondatot, de mindig beleavatkozol idegen emberek életébe, egy író nem ápolónő. Tehát igazából ezt a szerepet játszom én, vagy ezt gondolom erről a figuráról. Az írónőt, vagyis valójában Szabó Magdát, aki Molnár Annaként szerepel a darabban, Nagyváradi Erzsébet játsza. A színésznőt végigkísérték eddigi pályáján a Szabó Magdához köthető szerepek. Legyen az a régi módi történet, vagy az írónőt bemutató zenés darab. Személyesen is ismerte Szabó Magdát, ami segítette, hogy megformálja alakját az Ajtóban. Fantasztikus ez a két nő, ennek a két nőnek a találkozása. Ugyanis az önéletrajzi írásaiból is olvashatjuk, hogy Emerenc alias Juliska néni, ő egy valóságos, élő ember volt. Iszonyatosan tépték egymást, hiszen két külön világból jöttek. Magda képviselte a városi úriasszony életét, aki még gyakorlatilag egy teát sem volt képes megfőzni, és Emerenc pedig a józan paraszti ésszer rendelkezett. Egyébként mennyire hiányzik mostanság, tehát nem hiába menekülnek ki az emberek a városból, és kezdenek el a természet felé fordulni. És ennek a két embernek a találkozása, ez a valóságban is nagyon nehéz pillanatokat szült, de annyira egyéfortak, hogy Magdának az volt a végrendelkezése, hogy a hanvainak a felét tegyék Szobotkához, és Juliska nénit is tegyék oda, Juliska néni hanvait. Tehát ők egy sírban nyugszanak, a másik felét meg természetesen, mint a szívét Debrecenbe vigyék el. Csak azért mesélem ezt a történetet, mert muszáj tudni ahhoz, hogy ez a két ember nagyon sokat dolgozott azért, hogy megszeressék egymást. De amikor ez megtörtént, akkor onnantól kezdve még a halálban is elválaszthatatlanok voltak.
Szabó Magda, Kossuth-díjas írónő, mitológiai személyiségé növesztett sepregető öregasszonyának története igazi világsiker. 34 nyelvre fordították le. Tűzvihar címmel indult országos turnéra az Omega. Az együttes Pécsre is ellátogatott. A koncert előtt Kóbor Jánossal beszélgettünk a zenekarról és a jövőbeni tervekről. Most már úgy, nem azt mondom, hogy a közepén, de most már benne vagyunk. Ez azt hiszem a 6. sportcsarnok koncertünk most ebben a sorozatban. Pécsnek szerencséje van, mert már jól összeállt a műsor, úgyhogy már le nem, egyébként sehol nem volt baj, elég jól fölkészültünk már a télen. Én remélem, hogy semmi negatív dolog nem. Mindig aggódunk, hogy a Murphy vesz jegyet a koncertre, tehát hogy valami nonsense, nem várt dolog lehet, de én szerintem nem valószínű, hogy valami probléma is tud adódni, és remélem, egy nagyon jó koncert lesz, mint mindig Pécset. Ez most egy kicsit progresszívebb a szokottnál, de hát természetesen azért nem kell attól tartani, hogy a emblematikus nagyon meg a számok nem lesznek. De úgy az egésze az hát egy erős kétórás anyag, és egy picit most olyan, hát hogy mondjam, progresszív rockosabbra vettük a dolgot, tehát nem annyira. Az elmúlt években inkább ilyen best of-szerűt játszottunk, de aztán főleg, mert a koncertek nagy részét külföldön játszuk, és ott valahogy a progresszív korszakunk volt a népszerűbb, és most egy kicsit itthon is ezt csináljuk. Nem olyan túl régen jártunk, a budapesti aréna koncertek azok, azt hiszem, hát egy olyan másfél évvel ezelőtt voltak, decemberben talán, nem most decemberben, hanem, és akkor az utolsó, tehát a szinte főpróbának lehető koncert, csak nem itt, hanem a Expo-ba volt, és ott végül is akkor lett, ott is teljes a dolog, tehát már jól kialakult koncert lett. Régen, a régmúltban majdnem azt mondom, hogy nagyon sokszor a Pécs volt a kis stadion vagy a Népstadion koncertek előtti utolsó tesztelés, de hát ez most egy kicsit széthúzódott, mert hát a Népstadiont lebontották, de hát jövőre már kész lesz, úgyhogy készülünk az 5. Népstadionra is, és hát az meg természetes volt, hogy egy ilyen sportcsarnok turnéba a Pécsnek kiemelt helye legyen. Édesanyám itt járt középiskolába, akkor úgy hívták, hogy az angol kisasszonyok, nem tudom az most melyik gimnáziumnak a megfelelője. Meg hát különben is Pécsen nagyon sok rokonom, ismerősöm élt, és végül is én nem túl messze innen van a családunk. Tehát Szekszárd-Bátaszék, ami 40-50 kilométer, tehát nem volt. És Pécs volt az első elérhető nagyváros, tehát onnan. Mert Szekszárd, hát az körülbelül ugyanakkora volt, mint a Bátaszék, tehát az két ilyen, jó, akkor azt hiszem, ilyen községnek hívták, ma már mindenki város. Alapvetően már azt hiszem 3 éve készülünk arra, hogy főleg az oratóriumi koncertek kapcsán, amik a templomokba zajlottak 2013 és 16 között. Eldöntöttük, hogy csinálunk egy kimondottan ilyen enyhén szakrális, de egy ilyen nagyobb lélegzetű művet, aminek az a címe, hogy Testamentum, tehát Omega Testamentum, ami tulajdonképpen erről az egész elmúlt 60 évről, tehát a rock történetéről elsősorban Omegán keresztül. Hát a lassú munkához idő kell, tehát még mindig nem vagyunk kész, de az idén kész, elkészül. És hát annak a bemutatója lesz valószínű jövőre. Illetve idén lehet, mert nem biztos, hogy itthon mutatjuk be, mert egy-két kinti helyszín úgy jön össze, hogy most késő ősszel már aktuális,
és oda már akkor ebben a programmal mennénk. Tehát nagyon nagy a valószínűsége, hogy a bemutató az vagy Prágában, vagy Berlinben lesz. De szerintem a jövő év folyamán azért eljutunk mindenhova. Még nem igazán vagyunk meggyőződve, hogy sportcsarnok jellegű dolog legyen, vagy ilyen koncertterem szintű, de sajnos abból az országban elég kevés nagyméretű van, azt hiszem a Kodá is csak ilyen 1000 fős. Úgyhogy még nem valószínű, hogy módosítunk azon, hogy ez is sportcsarnok, mert a sportcsarnokból végül is olyan színpadot lehet varázsolni ma már, amilyet akar az ember. Én nekem egy picit még az motoszkál, hogy esetleg mégiscsak mondjuk templomokban, mert az minden városban azért van egy nagyon szép templom, és néha annak a befogadó képessége nagyobb is, mint egy helyi sportcsarnoké. De hát ezt, mikor elkészül a kész anyag, akkor fogjuk eldönteni. A képtárat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!